Na hát sziasztok srácok, itt vagyunk újra a Hunger Life szerven, és itt van velem Jackson. Nincs itt senki, csaj. És beszeretnék nektek mutatni az új update-et, HLN, az újításokat. Ez lesz az első rész, amiben a mappolásokat mutatjuk be, főképp meg amik kilettek véve, meg stb. És a második rész pedig a munkákról fog szólni, amiben ugye a bányászt meg a favágót fogjuk bemutatni elsősorban, akkor megmutatjuk a új városezet. És ezt nem tudom, hogy miért mondtam így, de nem tudom. Nem egy kopasz vagy. Hát az vagyok. Ez az új városháza. Ez a bal oldali, ez a autókár, hogyha megveszed a tütit. És hogyha megveszed a tütit? Hát itt, az autókerületben. Hát, igen. Na, és ez az új városháza. Ez ilyen aluljáró. Hát, tudjátok. Hát nem tudom, de pár szó már nekem jöttek. Azt legyen ugrató. Jó, akkor ugrató. És az a baj, én főmegyek, nézd meg mekkora patka. Nem törsz! Jó. Akkor bemegyünk, megmutatjuk nektek a városházát. Ugye... Ott repül egy admin, látod? Ha? Ott van fönt a tepjét. Látom. Itt egy szök... Nem, ez nem szökőkút. Ez izében van, SF-ben van ez. Tudod? Ha, izéné. Ott is repül egy, két admin itt repül. Unió! Meg izé Magyarország. Na, és itt a... Várj, nézzük, ez mi ez? Itt nézzük, a városháza? Hol vagyunk? Ezé, itt. Várj. F11-ben nincs is ott, benne az elv. Ott vagyunk. Na jó, nem ott vagyunk, de... Oda tudunk mutatni, várj. Vagy esetleg várja. Ott. Ott vagyunk. Hát egy kicsit arrébb, de ott vagyunk, az a lényeg. Na, menjünk fel az emeletre, ott még nem is voltam. Nem is baj? Hát, ja. Nem mi? Jó. Nincsen NPC. Ott sincs semmi, gondolom akkor. Semmi, csak falak. Akkor csak falak. Alak. És akkor azt hiszem, ja igen, itt kell bemenni, és itt balra. Itt van az ügyintéző. Itt lehet felvenni a munkákat. Itt a bányász... Autósz... Ja, az áruszállító, bocsánat. Autószállító. Jó, van, na. És akkor... Favágó meg a bányász jött be, meg ez a áruszállító. Ez egy, meg micsoda? Előadó terem, tudja, rete. Erre van még valami? Passzol amúgy, de ez a no, nem van. Lehet bemenni. Tökartál. Nem tudom. Megérte volna bemenni. Na. Meg már csak üres szobák, szana szét mindenfele. Ja, ott is gondolom, nem? Jön azok az üres szobák. Jó, akkor ez a városháza. Ami még változott, az ugye... úgy korrekt, hogy egy admin bebörtönözött egy admin. PD hergelése. Tóci berakta a tájreket. Súlymosi miatt. Az a tirek. Tényleg? Na. De nézd meg, ezt most beállt, azt ott szaladt el mellettünk, nem láttad városházat? De eltévedt az öreg, de te, azt hiszem. Te... Hallod, öcskös. Ennyi. Jó van, nem baj. Hegedű Sándor barátom. Eltévedt az öreg biztos. Ja. És akkor úgy van, hogy itt ez az egész, itt a plac, itt is ugye aluljárosra van megcsinálni. Hát, ja, bocsánat, ugrató. És akkor, ugye amit még tudni kell, azt kivették a piacot. Teljes formájában. PD megszüntette létezését. Ugye ki lett írva, hogy a rendőrség e-hatállyal megszüntette ott egy almási. Volt. Kicsit nem tölti be itt a dolgokat. És akkor ugye visszatették az alapmappolást. És az egy új interiort kapott, ami zsidó templom néven működik, ami egyébként belülről egy hotel. Tényleg? Nagyon jól működik amúgy. Zsidó templom? Zsidó templom. Mutassuk meg a zsidó templomot is, azért azt mondtam. Nagyon jól működik, még nem kell itt bántani szegényt. Nézd, na most már le kéne cserélni. Anyás, ez kurva jó. Ez jó. Nem, fapadon szokták ülni a templomba? Ja. Várják. Mégis fából van, csak nem így. Mehetünk. Kurva jó. Ez tetszik. Csak hát bejön ide 50 player akkor. Egymást baragadtunk. Ha jó, nem.
Akkor ugye kivették a piacot, még egy darabig ide jártak az emberek, de most már az új... Lezárták. Hát, értem, amúgy én is így szoktam, beleásítok a mondatomba. Olyan. Én is így szoktam. Basz! Szép volt. Istenem! Összezőr, pont a hátulja, amit... Mindig a hátulja törik össze. Az eleje tört volna össze. Itt a KFC. Annyi... Piros volt a lámpa, te féreg. Hoppá, na mindegy. Játették ide a garázsokat. Aki véletlen nem találja a garázsát, annak ajánlom a GPS ház. Ja, meg kivették az összes trafit. Bemutatom nektek az új piacot. Piacot. A legtöbb nép itt szokott állni. Ja. Verni a fütyköt, hát. Által az építmény mögött mennek a kemény bizniszek. Ja. Humicukor van, meg ilyenek. Ott akkora kamera van oda, ez meg mint fél ház, de azért... Nyomatjuk. Nem baj, attól még lehet nyomatni ott a gumicukrot, nem lehet árulni. Ja. Itt ugye, itt mi is volt, ilyen virágos kert. Garázs sorok voltak, nem? Balra virágos kert, itt volt a garázs, itt, jobb hát oda. Hát itt, igen. Azért jó, hogy mi is tisztában vagyunk a dolgokkal. Mindegy, de... volt valami, most már nincs, azt kész. Ugye akkor kivették az összes trafipaxot. Még mik vannak? Ja, meg még vannak új parancsok, ugye nem lehet. Most már csak a... most már csak a per addal lehet hirdetést feladni. Ez most... Kutasd meg! Fögybe! Az itt van az orvos. Várj, per add. Így van, itt a per add. Itt a vontatást vállalok, rámész, és itt van, hogy vontatást vállalok az árat helytől. Ott van az enyém is, ott fölül van a jármű. Ott vannak a... Hát persze, ott föl vannak sorolva, hogy mi hogy van. Hirdetés feladása, itt ez a menüpont. Ugye telefonszám, feladónév, hirdetés tárgya, mit adsz el, egy órát be tudod állítani, és ugye ez attól függ, hogy most egy nap, akkor az alapból 30k, meg persze, hogyha most te írsz ide, akkor egy betűként 50 forinttal nő. Ugye típus, ezt is ki tudod választani, ez is tök jó szolgáltatás esetleg. Lehet azt is, hogy nem egy órára, hanem egy napra akár. Hát ezt mondtam előtte, faszfej. Igen? Igen. Figyelj, Istenem, szolgáltatás, jármű, ingatlan közösség, ez is teljesen jó, hogy meg tudjuk különböztetni egymást, és leírás. És hogyha feladok én egy hirdetést, akkor itt van egy ilyen kis hangikon, amire rámegyek, akkor azt ki tudom íratni 25 ezer forintért, akkor ide bal oldalra fog ki, oda chatbe fog. Elmegyünk egy ATM-hez, akkor megmutatom, mert úgy is van kint hirdetés. Akkor megmutatom. Mit csinálsz? A nyakad nyúljon meg. Na. Kedves ez az ifjú. Pont van nálam annyi. Akkor, és akkor ott van. Tuningos BMW X-et eladó. Ott van benne minden. Nálad a kapcsolat az még mindig hashtag 2? Igen. Azt nem akkor is volt. Jó, még mindig bagos. Ez mióta berakták bagos. Úgy volt, hogy megcsinálják. Megcsinálták. Vagy azóta csinálják, nem tudom. De várjál, az hogy de van, még hogy... nem működik a kiírás. Viszont ott az adén belül ott még jól működik minden. Értem, de figyelj, szolgáltatáshoz kírja a gyerek, hogy GNI ház eladó, az nem az ingatlanokhoz kéne? Nem figyelt oda az öreg. Ó, ha mennyi jármű van itt gyerekek? Van itt minden, mint a búcsúban. Alap, spanó, minden, yolo, swag, zsír. Szóval akkor ugye ezek is vannak, ez szerintem ez nagyon jó, az a hirdetés. Nem drága. Szerintem... Hát, egy órára nem, egy napra már pont 40-szer annyi. Hát jó, persze, de... A múltkó fél millát hitvart csaptam el egy hirdetésre. Akkor még megmutatjuk a hobbiboltot, ugye, ami... Ahova lettek berakva... Volt, csak volt. Lettek belerakva cuccok. Így van. Ugye hát az, a, új az új munkákhoz kellenek az új cuccok is. Ugye a bányászhoz, meg a favágóhoz. Wow. Itt ez a pali. És, ja, meg itt a horgászbolt is, ugye... meg horgászbolt, horgász cuccok. Ok. Itt a balta csákány, 15 kp-ba, nem olyan drága. Akkor nem tudom, hogy ti amúgy tudjátok, de nem tudjátok, hogy a fegyverikon az ott tényleg ott lehet vásárolni fegyvert, hogyha van fegyverengedélyed. És az a tök jó, hogy kp-ba tudsz venni fegyverengedélyt. Kösz. Ha? Úgymond, hogy bemész, azt veszel, hogyha van rá pénzed.
Nem Bár kell. ez is volt eddig is, nem Ed, az igen, volt eddig is ez, volt, hogy... ez nem újítás, de Ha már attól itt vagyunk, függetlenül, akkor még igen, ne. megmutatjuk. Ugye itt ez a John, ennél lehet venni fegyvert, itt van baseball ütő, vadászpuska 800 ezer, vadászpuskatár 600 ezer, Colt Akkor 850 próbáld meg ezer. megvenni az egyiket. Megveszem például a Coltot, nincs engedélyed a vásárláshoz. És akkor ugye, ha nincs engedélyed, akkor viszont ide följössz, és itt van a kis Dezső, és itt tudsz venni engedélyt. Vadászpuskára 2,5 millió, shotgunra 5,5, Coltra 5 millió. És ugye itt a gyakorlás is, hogy a lövészet után 10 percet kell várnod, egy lövészet 5 percig tart. A lényeg, hogy minél több táblát eltalálj, minden találnál pontot kapsz, és annál ügyesebb leszel az adott fegyverrel. És akkor magyarán fegyverszkilledet tudod így növelni. Van. És akkor megnyomod a home gombot, akkor azon belül pedig itt van, hogy én zöld fülű vagyok mindegyiknél. De attól függetlenül kapja a freeheadit a csávó. És itt akkor ide nincsen. Bejössz, itt a lőtér, teljesen ingyenes. Ide beleállsz, nyomsz egy ebetűt és ennyi. Csak hát ugye kell vegyél lőszert, az meg pénz bekerül. Bárhogyan is nézzük, és Sherlock. Nem olcsó. Mert például én is vettem egy shotgun, a tárat, vettem 300 ezeré, az 4 lőszer volt benne. A shotgun tárba. Hát én azt hittem, hogy lesz benne vagy 16. Igazából szerintem a mi újítások csomó headling változott. Hát vagy 25-ször. A Lambónak még mindig nagyon rossz a headlingje. Most figyeljetek, egy Lamborghini, az egy Lamborghini, az gyorsul. Nem így van? Szóval kanyarodni meg minden tök fasza, meg mit tudom én, meg jó. Csak már itt megyünk fél órája és még 220. Már jár. A kilométer lassan gyorsul. Nagyon lassan gyorsul. Végét is lehet Hoppa. Még rakni rajta. 350 a vége, és kettes motor, kettes váltó van benne. De nem is motor, hanem kettes váltó. És kettes kerék. És nem nagyon gyorsul jó. Bug. Frank Jones, egy perc bug, cső. Bug. Oh, ez aha, mi volt? Magát is berakta. És ennyi, ha úgy nézzük. Ja, meg ugye piacon nem tudtak vásárolni már, mivel megszűnt egy. És ott lehetett venni eddig gyógyszert, igazából ami olcsó. De jó, ó, de szeretlek. Pont kérdő akartam. Istenem. Most jön után? Nem szirénázik, jó, elment a másik irányba. Ó, he. Hát nem is lett volna baj, ha megállít. Mégis csak 20 darab shotgun van a csomagtartóban. Azt nem mutassuk meg. Nem kell, nem, de hogy csak nincs kulcs hozzá. ja igen. Ami még problematika, az nincsen bent még mindig a... Az index rendszer. Mert ugye észrevettétek, aki hálezik, ugye? Hogy úgy indexelt az autó, hogy ugye a lámpa villogott. De ugye ezt egyszer betették, utána kivették. És most sincs benn. Hát mert ugye az indexrendszer ez egy kicsit bágos volt, én nem tudom. Nem volt jó optimalizálva némelyik autónál. Mert némelyik autónál tudott és nagyon jó, hogy jó volt. És akkor így lehet venni gyógyszert. 3000 per darab veszek is, mert nincsen. Mutasd meg a morfiumos cumót. Mert? Hát, mert azt nem tudtuk. Mert mi kell... Hát össze kell ugye kraftolni. És hogy kell összekraftolni? Hát ezt már... Jani, te itt se voltál. Akkor még te se tudod. Akkor vegyél egy morfint meg egy injekciót. Van. Betű. Mi? M betűt mi? Benyomod. Igen? Hát megnyitod és izé. Nyomod a kontrollt. Kontrollal bal klikkelsz a morfiumra meg igen? Az injekcióra és akkor ott írja jobb felé. Ismeretlen tárgy vagy nem tudom milyen tárgy és elkészít. Elkészít. De nem akarja elkészíteni. De kettőre rákattintottál? Várja. Morfinra is, meg az injekció. Igen, is. Most pipa. És és megy egy csík. És akkor így van, és akkor van egy ilyen izény. Morfinos injekció, és ez föltölti a full HP-dat, hogyha akkor szúrod velem az. Elkészít. Én megint elkészítem magam. És ezt hányszor tudom? Hát, ja, mennyit van. Kétszer. Így, és akkor most van egy morfinos injekciód. De hol? Az, hát a táskádban. Nincs itt. Hát hol van? Ott írja a cset, hogy összeraktod. De... Én... Bárhogy nézem, bazd meg, nincs itt. Na várjatok, ezt még egyszer. Veszünk egy ilyet, meg egy ilyet. Nincs elég hely. Mi?
Hát bazd meg, tele vagyok helye. Ne idegesítsé. Hát... mi... sikert... nincs elég hely! Lehet, hogy bebúvoltál. Kurva jó. Soha... most felejtjük el. Jó, hát akkor azt elfelejtsük. Meg nem történik. Perdó, elfelejt. Na. Szerintem amúgy... de mik jöttetek még? Nem jött be más, semmi más. Trevor Jones is megkapta egy percre a bugot, mindjárt mi jövünk. Minden Jones. Lehet, hogy azért vagy a bebugóval be az ember. Ez... rossz vagy. Ja, nem. De ugye vagy, nem ezt akartam mondani. Az újítás is szerintem nagyjából... ja, meg ki lettek véve a szerelő NPC-k. Ugye... annyi ja, az egész... bazd meg. Ez... ugye... hát ja... ilyen mennyi arany... mennyi is a szeretés, meg csúnya hátul. Aranyszín... aranyszínű, de az izék valamit csináltak Edlingem, mert nem ilyen volt. Na mindegy. Ugye a szerelő telep az annyiból áll, hogy ugye van, van a tempét, szevasz bazd meg. Én is dudálni szoktam te köcsög. Hogy ugye van ott NPC-k, aztán bazd meg, rossz felejtem. NPC-k vannak ott, és akkor azokkal rákattintasz, vagy akár bemész ebetű, és akkor megjavítja a tütüdet. Rákattintani nem kell, csak bemenni, de igen. Kerülőbe jövünk. Huglájfok vagyok. Ó, bazd meg, várja. Jó lesz ez nyugodjon. Hát nem. De valamire rámegyek, és kidobja most a seggét. Biztos változtattak valamin ezen is, mert... ott a Q-etem. Ez nem az enyém. Az nem ilyen felnő volt. Ugye ide bejövünk, és már ki is írja, hogy 6K. Egy lökös. És akkor ennyi. E betű. De amúgy, ha úgy van, összetöritek az autótokat, és ugye bementek, és megnyomjátok az E betűt, úgy elkezdi magát fixelni, például nagyon tékes, akkor megnyomsz egy E betűt, és újra kezdi. És ugye nem vonja le a pénzedet, hanem újra kezdi, hogyha véletlen nem akarod megjavítani, vagy valami, csak úgy véletlen rányomsz. E betűve. Azt vágod, Jackson? Hogy? Hogyha hát, hogy úgy bemegyek... van, bemész, kiírja a pénzt, te automatikusan rákattolsz, de viszont nem akarod megjavítani, akkor megint E betű, és akkor ezért előről kezdi. És akkor ki tudsz jönni hirtelennyébe még. Hát előről kezdi, és akkor hónap délután így nyomkodom az E betűt. Mert? Ha nem, E betű, és akkor ez kell. Folyamatosan nyomod az E betűt, akkor meg nem is megy az azért. De azért van két szemem, hogy megnézem, hogyha nem akarok javítani, akkor nem javítom. Jó, Margit. Szóval ennyi lett volna ez a kis videó. Szerintem még jönni fognak be újítások, mivel még a... rádiót nem mutattuk meg. Ó, tényleg, még van egy újítás, azt ma tettél be. Itt a parkolóban majd. Ilyen kézi rádió, 20 000 forintért lehet venni a boltban délin. És akkor ugye ilyen zsebrádió, vagy nem is tudom, minek mondjam ezt. Nem fogok én itt jókat erpézni. Na, itt van. És akkor így hurcibálod. Lehet vele animakat nyomni. Hát nem mond. Nem ugye a hónajad, azért jobb hónajad, az meg az úgy nincs, ott ruha vagy. Semmi nincs. Lebejsz. Aha. És már te vagy Toldi, vagy mi a fasz? Persze. Igen, lehet, működik, lehet benne zenét nyomatni, meg stb. Telefonrendszer, azt nem is néztem, hogy az van. Mi a ugyanaz. Fasz? Kattints rá a Facebookos cuccra? Behozza a pamkutyát. Behozza az izét. Akkor ez egy fizetett hirdetés volt. Behozza a Pixite. A kis grófó. Én nem is hallgattam ezeket. A Well Hello. Nem is tudsz rá kattintani. Cat Music. Tényleg? Aha, akkor próbálj meg. Nem engedi, bazd meg. Ez csak egy díj. Majd megcsinálják. De kurva jó, ezt nem is figyeltem. Még azért akkor körbe kattingatok. Na, akkor megtettem. SMS az megvan. Ugyanúgy. Ugye szín ez meg hogy is lehet? Per S? Per C. Vagy csak a C betűt kell megnyomni. Ja. Megnyomjátok a C betűt, telefonnál, ne basz fel, hogy a külső, ja nem lehet a külső. De ilyen bedesz. Ó, na se hiszem, változik a szín a telónak, hogyha húzogatom a csízét. A csíkot. Nem félreérteni. Jóló,
Narancssárga lesz. Ilyen fosszínű. De jó ez falura. Na. Szóval akkor ezek lettek volna az újítások. Majd nem sokára jövünk a következő résszel, Jacksonnal. Sziasztok! Dobre. Tombo. Na cső. Köszönj már!